A főpap azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. Felelt neki Jézus. Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók minden össze, mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdezel engem? Kérdez azokat, akik hallották, mit szóltam nékik, íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust mondván, így felelsze a főpapnak? Felelt néki Jézus, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, ha pedig jól, miért versz engem? János Evangélium a 18. fejezetében, a 19. és 23. vers közötti részletet olvastam fel, hogy tegnap ígértem, hogy nézzük meg, hogy Jézus, amikor őt durván arcul ütötték, de miért is? Hát Annás, aki az első kihallgatást végezte, nem állított elő tanukat, vagy nem állt elő valamilyen váddal, vagy vádpontok sokasságával. Hát magából Jézusból akarta kivenni, hogy ő valljon magáról. Hát ez egy nagyon furcsa tárgyalás lehetett. Jézus ezt udvariasan ki is kérte magának, mondván, hogy ő nyíltan beszélt templomban, zsinagógban, mindenki hallhatta, láthatta, hogy mit mond, hogyan viselkedik, hát akik ott voltak, álljanak elő, és mondják el, hogy ő miben vétkes. Persze erre annás, a régi főpap, akinek most a veje kajafás volt a főpap, de a régi öreg róka már 16 éve azért bele, -bele szólt az ügyekbe, mióta átadta a hatalmat a vejének kajafásnak, nem tudott mit mondani erre, hát egy kínos csend állt be a teremben, és erre jött egy a poroszlók, tehát a katonák közül is elkezdte felpofozni Jézust, hogy végét vessen ennek a főpapot megszégyenítő csendnek. Sok embert megkérdeztem, hogy hallottál arról, hogy Jézust is felpofozták. Most tőled nem azért kérdezem, mert ma ilyet kívánnék a te életedre, de ki vagyunk szolgáltatva ennek, Szegény szüleim, amíg éltek, mindig azt mondták, hogy fiam, ha tőlem kapsz, kaptál egy-két pofon, de sokkal többet fogsz kapni az életben, és be is jött ez, amit mondtak. Nem annyira fizikai ütlegeteket kapott az ember, hanem nagy lelki pofonokat. De meg kell állnunk ilyen helyzetben is. Mit tegyünk ilyenkor? mi a tökéletes emberi magatartás? Nem visszavágni, ez biztos, ez nem, nem jó visszavágni. Nem is kérte ki magának Jézus, ez sem lett volna jó, mert ez a visszavágás egyik nem lett volna. De sokan válaszolták nekem erre a kérdésre, biztos hallgatott. Mert hát a hallgatás az már, az már nagy erőről tanúskodik, az már egy nagyon szép válasz, hogyha bennünket szidalmaznak, vagy ütnek, mi csöndesen el tudjuk tűni. De itt Jézus nem hallgatott, mert a hallgatásnál volt még egy jobb megoldás. És ha volt egy jobb megoldás, Jézus mindig a legjobbat választotta, és ezért volt tökéletes, és nekünk is ezt a tökéletességet akarja átadni, nem visszavágni, nem is hallgatni, hát akkor mit tenni? tenni egy-két lépést a másik megsegítésére, a másik megmentésére. A szeretet, ha igazi, az mindig kezdeményező szeretet. És Jézus föltett egy kérdést, tehát ezzel nem visszavágott, nem kikérte magának, hanem azt mondta, hogy ha én rosszul beszéltem, most valamit rosszul mondtam, akkor mondd meg, hogy mit mondtam rosszul. Ha meg jót tettem, akkor miért versz engem? Tehát tükör elé állította a másik ember lelkiismeretét, tükör elé állította a másik ember magatartását, hogy magad ítéld meg, hogy most miót tettél velem, nem azért születünk erre a világra, hogy egymással jót tegyünk, bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között is igen, látjuk a gyakorlatban a tökéletes magatartást. Hogy nem visszavágni, ez már út a tökéletesség felé. Hallgatni még egy további lépés. De ameddig van még egy további lépés, azt is meg kell tenni. Mert az irgalmas samaritánus nem csak könyörületességre indult, nem csak leszállt a lováról, nem csak kimosta az agyba főbe vert embernek a sebeit, nem csak elvitte egy vendégfogadóba, nem csak ott hagyta, hanem még gondoskodott is róla, vigasztalta, és még pénzt is hagyott a fogadósnak. Mondhatná valaki, hogy ez nem tökéletes, de mondhatná valaki azt, hogy ez nem teli ki belőlünk? Ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Isten nem akármihez akar bennünket hozzásegíteni, a tökéletességhez. Erről beszélünk egész hónapunk során, és ezt a tökéletességet, mint biztos és állandó mércét kívánom neked mai napodon is.